Sziasztok, TLC Around the World. Még mindig Kelet-Törökországban járunk. Szanliurfában. Mi csak Kurkinak nevezünk. Igen, és a piacon vagyunk. Kedvenc helyünk egyébként a piac mindenhol. És most is meglátogattuk. Kellemesen jót ettünk. Fantasztikus fűszerkavalkád illat van. Meg színkavalkád. Úgyhogy nagyon szerettük a, hát a, mondjuk úgy, hogy a keleti piacokat, keleti fűszereket. Jellegzetessége, hogy itt ez a sok motor itt áll, illetve cikáznak a motorosok a piacon. Azért a tábla sokat elmond arról, hogy mennyire tartják a szabályokat. Én is a vezetés közben megszoktam azt, hogy a piros lámpán alap, hogy átmegyek. Jó, 10-ből 8-szor. Nem, azért mi betartjuk az európai szabályokat, de itt a helyeket egyáltalán nem veszik. Na jó, hát azért kellőképpen hülyének érzem magam, amikor állok a piros lámpánál, és elmegy mellettem a busz, a teherautó, a személyautó, a rendőrautó, minden átmegy. Vagy legalábbis dudálnak, hogy indulom el. Az, hogy 50-es táblánál 110-el megyek, és rám dudál a rendőr, tehát az már az alap. De azért dudál rám a rendőr, hogy kicsit pörgessem meg, ne pöcsöljek ennyi. Igen, de ezt már a múltkor is megállapítottuk. Igen, de most újra visszaszoktam már ebbe a... Menjünk erre, mert itt ilyen... Na menjünk erre. ...varrodák és egyéb kézművel dolgok vannak. Hopp. A telefon nyomkodó, föl nem néző fiatalokból itt is van bőven. Ez az a piac, ahol mindent is lehet kapni. Van ruharészlet, van fűszerrészlet, van használ. 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 Megint ott tartok, hogy lustaságból nem vettem elő a gimbalt, ezért próbálok balanszírozni, hogy mégse így álljon a kezembe a kamera. Na, itt ezen? Egy fél napja bolyongunk ebbe a piacba, egy piacon, de ezt a részt még most járjuk be először. Na, ez az, tovább. Ezt nézzétek, ez még valójában ugyanúgy készíti a, nem tudom, nyárcsak, vagy nem tudom, mit ezek. Ezen sütik a nyárcsokat. Nem a nyárcsokat, inkább a kaját. De hogy figyelj? A kebab? Kebab. Így. Ő. Ezt itt. Itt járt a helyben. Ő is. Fantasztikus. Az egész Európa Unión kívül ilyen forgatagot, ilyesmit nem nagyon lát. Az Unióban csak talán elvédve egyszer-egyszer. Én azt mondom, hogy ahogy mondtam a szerbekre, hogy ne lépjenek be az Unióba, mert akkor már nem az a Szerbia lesz, mint ami most van, amit szeretünk. Hát ezt kell, hogy mondjam Törökországra is, hogy ne lépjenek be az Unióba. Mert akkor már nem az a Törökország lesz, ami most van. Amit olyan sokan szeretünk, persze van, aki nem, de most azoknak szól inkább ez a videó, aki szereti ezt a piaci forgatagot. Akárhova megyünk, mindenhol tejával kínálnak, már annyi teát megittunk és török kávét, hogy szerintem két napig nem fogunk aludni. Hova menjünk? Bárhova is mehetnénk. Menjünk be ide. Azt hittem ez idáig, hogy az isztambuli piacnál nincs nagyobb, de van. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a... Mekkora lett ez a város? Ezt nem is tudom, de majd utána nézek Márti a Wikipédia, hogy hányan laknak ebben a városban. Nem túl nagy, legalább Isztambulhoz képest sokkal-sokkal kisebb. Mégis akkora piaca van, hogy szinte lehetetlen bejárni. Na ez jó, igen. Itt a dohányárus. Azért azt lássuk be, hogy amikor a város központban megkérdeztünk valamit, hogy merre van, akkor mondták, hogy hát egy 15 kilométer.
és ez a városközponttól kifelé, tehát nem lett olyan túl pici ez a város. Na, nézzünk ide. Árulnak itt valami jó dolgot. Úgyhogy hát ezt nem akarta, hogy felvegyük videóra, de sikerült. Most nézzétek meg, ez itt a szabók, még rendesen úri szabók. Veszel valamit, vagy rád szabják, vagy eleve csináltathatsz magadnak ruhát. És addig itt a piacon tudnak az emberek kávézni ezeken a helyeken. Igen, ez egy jó órával ezelőtt tele voltak ezek a pici kis székek, amik most itt vannak üresen. Merre menjünk? Innen ki. Vége van a kis piacnak, ez egy kis köztes tér. Folytatódik tovább, de ez egy szükséges. Na, próbálunk kijutni. Itt voltunk. Ugye itt voltunk? Igen, itt voltunk az eleve. Hát akkor menjünk most jobbra. Bár azt gondolom, hogy a videó 6 perc, 28 másodperce alatt még mindig nem tudtunk megmutatni töredékét se a piacnak. Úgyhogy szerintem elég is ennyi belőle. A Szalni úrfai piacból. Csak de a legjobb része akkor is a fűszerpiac. Jó, úgy látom itt van a fegyverrészleg, kések, fegyverek és a ruházat. Tényleg nem tudom, hogy merre van a piára. Én sem. Elkeveredtünk. Itt az aranyrészleg, és ilyen árusokból, mint aki diót árul, ilyenből sok van. Ki citromot árul, ki paprikát, ki pedig. Ők végzik a felszállítást. Végig tolják a kiskocsikat a piacon, és akinek amire szüksége van, azt bevásárol. Na jó, hát keressük meg a kijáratot. Mert... és hogy merre áll az autónk, de megpróbálunk visszatalálni. Na jó, szerintem ennyi elég. 8 perc. Tehát ez volt a Szalni úrfai piac? Igen. Úgyhogy puszi pacsi nektek, kijutottunk a piac egy részéről, megyünk megkeressük az autót.